meghatározó szerepre kell törekednie, és ez a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés ügye, mert ezt is látjuk, hogy ez ma Magyarországon gazdátlan. Üres szólamokon túl nem jut több a politikától. A programfüzetünk, amelyet a mai napon megkaptak, a környezetvédelem pontos elképzeléseit, szabályait rögzíti. Ma a politikát, ha körbenézzük, a lehető legrosszabb kombináció uralja. A felszínen populizmus, a felszínen a két nagy párt ketté szakítja az országot, a mélyben pedig üzletelnek, és időnként már-már mafia módszerek is láthatóvá válnak. Most ez az, amiből a Magyar Demokrata Fórum nem kér. Ma a Magyar Demokrata Fórum kínálja ezzel a politikával szemben az alternatívát, hiszen egyedül az MDF mondhatja el magáról, hogy programjához és adott szavához tartotta magát, egyedül az MDF vállalja ma 2008 végéhez közeledve is a 2006-os választási programjának minden egyes elemét, és egyedül az MDF ragaszkodott konzervatív elveihez akkor is, ha sokszor a demagógia viharában a fórum fennmaradása volt a tét az elmúlt években. Barátaim, ma egy tehetetlen kormánnyal szemben egy tétlen ellenzék áll. Az MSZP nem tud kormányozni, mert nincsenek programjai, csak ötletei meg eszéi. Az SZDSZ nem tudja eldönteni, hogy fiú-e vagy lány, fekete vagy fehér, konzervatív vagy kormánypárti vagy ellenzéki. Szerintem a parlament feloszlatását szolgáló szavazás bizonyította kormánypárti. Pontosan 204 kormánypárti képviselő ül ma a parlamentben, csak éppen működőképes, felelős kormánya nincs Magyarországnak. A Fidesz programja annyira titkos, hogy még ők maguk sem látták, és miközben unalmukban mindenféle gyanús tevékenységű cégekkel dolgoztatnak. Ha körbenézünk, barátaim, ehhez a felsoroláshoz képest a Magyar Demokrata Fórum megvalósítható megoldásokat kínál az ország bajaira, nem csak a Nemzeti Adószabadságprogram, hanem ez a kiadványom, amelyet ma minden vendég és küldött összefoglalóként megkap, ezt bizonyítja. Barátaim, három pártnak, az MSZP-nek, a Fidesznek és az SZDSZ-nek van egy közös bűne. Együtt szavazták meg a 100 napos programot, amely 100 napos program Magyarországot elindította a lejtőn. Soha nem látott költségvetési lejtmenetbe indultunk. Egy olyan történelmi államháztartási hiány generál, ami ma a mindennapjainkban szorít mindannyiunkat. Ez is összeköti őket, meg az is kérem szépen, hogy a mai napig egyik sem kért bocsánatot a 100 napos program miatt. Végül engedjenek meg nekem egy személyes megjegyzést. Konzervatívnak lenni a populistákkal szemben, értéket képviselni a cinikusokkal szemben mindig is nehéz feladat. Nekünk, magyar demokratáknak, konzervatívoknak mindig ez a nehéz feladat jutott. De az a sok biztatás, amit az elmúlt időszakban kaptam önöktől, igencsak megkönnyítette a közös küzdelmünket. Ezért külön is szeretnék nagy köszönetet mondani, mert tudom, hogy a településeken, falvakban, városokban élő embereinknek ugyanilyen nehéz ez a politika. És nagy-nagy köszönet mindenkinek, aki ebben az elmúlt időszakban megértette és képviseli a felelős konzervatív politikát. Barátaim, megérte újra küzdeni. Ne felejtsük el, van 400 000 biztos szavazónk, és velük, így közel 1 millió ember számára a Magyar Demokrata Fórum a legszimpatikusabb párt, a legújabb rokonszemindexek alapján. És most, barátaim, mi jövünk. Mi jövünk, hogy szerte az országban utat találjunk támogatóinkhoz, támogatóink szívéhez és értelméhez. Kitartó hitet és jó munkát kívánok magunknak
ehhez a feladathoz. Köszönöm a figyelmet!